pártsemleges reprezentatív szakszervezetként a pedagógusok szakszervezete jogosult, valahogy a kormányzattal tárgyaljon az oktatás megoldandó problémáiról. Egyik legfőbb követelésük már régóta a tanárok bérének emelése. A pedagógusok fizetését bértábla alapján számolják ki, függ a végzettségtől és a pályán eltöltött időtől. Az összekorában a minimálbérhez volt igazítva, Miután azonban ez a számítási mód megszűnt, a kezdőpedagógusok bére a szakmunkás minimálbért keresőkével vetekszik. Mondta el 35 perc című műsorunkban a PS megyei elnöke, aki szerint ezért is olyan fontosak a bértárgyalások ez lenne az alap, hogy akkor legalább adjuk vissza tulajdonképpen a pedagógus pályának a becsületét, hiszen gyakorlatilag jó képzett szakemberek, társadalom számára is hasznos embereket, csak igazából minőségi oktatással lehet elérni. És a minőségi oktatáshoz azt gondolom, ugye Európai Unió szinten is egyébként az látszik, hogy csak a megfelelő ugye, bért fizetést hazavívő pedagógus, illetve azok az emberek tudnak tulajdonképpen minőségi oktatást adni, akiket ténylegesen a társadalom is megbecsül, illetve anyagilag is honorálva van ez. Nem csak a magasabb bérekért, az óraszámok csökkentéséért is küzdenek. Jelenleg 22 és 26 óra között lehet egy pedagógus óraszáma, ebből azonban nagy különbségek adódnak, ami bérfeszültséget is okoz. A szakszervezet fix óraszámot szeretne kiharcolni, akár a köztes 24-et. Emellett úgy látják, a diákok leterheltségén is enyhíteni kell, ahogy a nyugdíj előtt álló kollégák pótlását és az öregedő korfát is meg kell oldani. Továbbra is konstruktív együttműködésre törekednek az oktatási kormányzattal, de egyelőre sikertelen tárgyalásokon vannak túl. Az egyeztetések következő fázisától függ, meghirdetnek e demonstrációt. November 22-ét jelöltük ki ugye elsődlegesen a, a, ugye Magyar Közoktatás Napját, mint a, az első olyan mértföldkő a szakszervezet illetében, hogy ha eddig nem sikerül, ugye akár most ugye ismételten összehívták a, a, a az érdekegyeztető tanást, és akkor tulajdonképpen kezdeményeztük ugye a szakképzés innovációs tanásnak az összehívását is, hogy legyen valami érdemi előrelépés végre a tárgyalóosztal mellett, és amennyiben nem sikerül, akkor ez a demonstrációs sorozat ugye sok mindenben kimerülhet. Jelenleg is ugye már elkezdődött többféle fórumon történő megjelenése a szakszervezeti munkának. Ilyen a PS oldalán megtalálható karikatúra sorozat, illetve a bérnyomás és munkaterhelés mérő kérdőív. A megyei elnök elmondása szerint, ha demonstrációba fognak, a társszakszervezetekkel, sőt a szülőkkel is összefoghatnak.